A Kincsemtó tükre. Sorozat a hatvani volt cukorgyári tavak élővilágáról. A Kincsemtó környékére a külvilág zaja nem szűrődik be. Madár csicsergés hangja tölti azt be. Nagy itt a jövésmenés, több mint 100 madárfaj példányai döntenek úgy időről időre, hogy megpihennek, fészket raknak, vagy maradnak is a tó védett birodalmánál. A tónak természetvédelmi szempontból a legértékesebb kincsei az itt fészkelő gólyatöcsök és kolipánok. A két fokozottan védett madárfajnak igen speciális élőhelyi igénye van. Ezek a parti madarak a sekély vizet és az iszapos felszínt kedvelik. Genetikailag is alkalmazkodtak hozzá, hosszú lábaik vannak, amivel nagyon ügyesen tudnak lépkedni a sekély vízben. A gulipánnak nagyon-nagyon furcsa csőre van, ugyanis ívesen felfelé hajlik a csőre. És ez azért van így, mert ezzel a hosszú lábaival, ahogy lépdes a vízbe, lehajol, és akkor, ahogy lehajol, ez az íves csőr, ez így pont hozzásimul a vízfelszínhez, és ide-oda kaszáló mozdulatokat végez a csőrével, és a vízből így szűrögeti ki a kis apró élőlényeket, és ezekkel táplálkozik. A gólyatöcs a sima, hosszú, vékony csőrével inkább csak csipegetni szokott a vízfelszínről, vagy az iszap felszínről. Bőven van mit csipegetni, hiszen a vizek környékén mindig nagyon gazdag a rovarvilág. Sok rovarfaj, mint például a szitakötők szaporodása, vízhez kötődik. Ugye gyönyörű látványt nyújt, hogy a szitakötők röbdösnek a víz fölött, és akkor a petéiket a vízbe általában a vízi növényekre rakják, és a szitakötő lárvák a vízben fognak fejlődni, és kevesen tudják, de a maguk kis mikrovilágában ők bizony veszedelmes ragadozónak számítanak, ugyanis a vízben ők tőlük kisebb élőlényekkel táplálkoznak, akár még kisebb ebihalakat is képesek elfogyasztani. Az ügyes vadászok a kifejlett szitakötőkkel is táplálkoznak, ha elbírják kapni a gyors és ügyes szitakötőket. De a lepkék különféle bogarak számára is vonzó a tó. Egyes fajok, mint például a cinegék, a nád belsejéből szedik ki a rovarlárvákat, más fajok a vízből zsákmányolják a táplálékot. De például a hattyúk vagy a récefélék a lebegő hínárféléket is elfogyasztják. A film az Ökoplán Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület megbízásából készült.